Sziasztok! Ez itt a Hello HR. Ahogy az előzetesben szó volt már róla, ebben az adásban a vezetésről és a motivációról készítünk számotokra egy kis filmet. Sajátos helyzetben vagyunk mi HR-esek, mert a saját fórumainkon is nagyon sokat beszélünk ezekről a témákról. Azt tudjátok, hogy mire van szüksége egy szervezetnek, hogy sikeres legyen? Hát először is egy csapatra, akik ezt a szervezetet alkotják, közös célokra, amit mindenki magáénak érez, és egy valakire, aki mindezt összehangolja, koordinálja, hívjuk őt vezetőnek. És azt tudjátok, hogy mihez értünk a legjobban? Hát a focihoz. De miben vagyunk a legjobbak? Hát a számolásban. Állandóan matekozunk, hogy éppen kijutunk el soron következő világeseményre vagy sem. Amikor azon gondolkodtunk, hogy milyen utómódon tudnánk feldolgozni ezt a két nagyon is hálás témát, akkor rögtön egy 2016-os dokumentumfilm jutott eszünkbe. Muhi András, Pires, magyar csapat Még 50 perc című filmét választottuk, amin keresztül szeretnénk számotokra rávilágítani a vezetés és a motivációs elméletek gyakorlati működésére. Fogadjátok tőlünk sok szeretettel, mi szeretjük ezt a filmet, mert számunkra hiteles, mert megtörtént, mert a miénk. Kezdjük is el! Ott kezdjük, ahol a film is elkezdődött. Az ide tévedők vagy kíváncsi érdeklődők számára gyorsan összefoglalom, hogy mi történt az előző néhány ezer évben a vezetés és motiváció terén. Mióta az ember létezik a Földön, olyan belső motivációval rendelkezik, ami jelen egyik ismert élőlény sem. A tudatossággal, a mindenféle ideológiai alapon történő folyamatos, földi létünk értelmének keresésével. Ezen belső hajtóerők már sokáig eljutottak minket, mind jó, és mind pedig rossz értelemben. De a fejlődés megkérdőjelezhetetlen. Amióta pedig közösségben élünk és létezik munkamegosztás, azóta szükség van vezetőre. Aki fokékony is egy kicsit a vezetés elmélet és annak története iránt, biztosan tudja, hogy a vezetés elmélet, vezetéstudomány a történelmi idő kezdetén egyet jelentett a hat tudománnyal. A nagyon kíváncsiak számára ajánlom Sun Tzu a háború művészete, vagy Karl von Clausewitz a háborúról című művét. Utóbbi szerző volt az, aki kimondta, hogy a háború nem más, mint a politika folytatása más eszközökkel. Vagy egyik elődünk Attilának, Attila a Hun, a vezetésről szóló emlékiratait is ajánlhatnám. Nagyon érdekes korai gondolatok voltak ezek, amelyek a mai napig megállják a helyüket. Ezt egy 15. századi gondolkodó, bizonyos Machiavelli, egy korabeli influencer állította először, hogy a vezetés mind mesterség tanulható. A Fejedelem című művét azóta is alapműnek tekinthetjük. Machiavelli megállapítása annyira találó, hogy lényegében a ma megtartott vezetői készségfejlesztési tréningek is ezen alapulnak. Haladjunk tovább, és ugorjunk egy nagyot az időben, hogy megérkezzünk a mai videónk üzenetéhez. Mint hamarosan látni fogjátok, három különböző vezetői stílus jelenik meg a filmben, amit a rendező vagy tudatosan, vagy tudatalatt, de nagyon jól komponált össze. Ami miatt pedig szem nem maradt szárazon, az a jól látható folyamat, ami az idő előre haladtával a csapaton belül végbe megy. Van három vezetőnk. Egymás követik, egy kivételével, a csapatépítést egyik ők elkezdi, eredmények vannak, több helyet is javítottunk a világranglistán, de az igazi célt, a kijutás nem sikerült elérni. Majd őt követi egy másik, aki már máshogyan, más eszközökkel, de lényegében ugyanazt a csapatot tovább építi, és látható, mérhető változásokat ér el. Jönnek is az eredmények, egyről a kettőre jutunk. Majd jön a harmadik, aki lényegében már egy jól működő csapatot vesz át, és befejezi a munkát egy jó szerepléssel. Utóbbi sem könnyű dolog, mert ilyenkor szoktak úgy fogalmazni, hogy ezt már csak elrontani lehet. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy arra felhívjam a nagyjedebű figyelmét, hogy a tökéletes vezető mint olyan nem létezik. Két dolgot kell elfogadnunk ehhez. A vezető is ember, minden hibájával együtt, és a vezetők között is vannak kompetens és kevésbé kompetens vezetők. Ami számunkra lényeges egy vezető esetében az az, hogy mennyire inspirál bennünket. Szakmai vagy bármilyen emberi értelemben, amivel a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. No és az, hogy megadjuk egymásnak a lehetőséget a kölcsönös bizalom kiépítésére. Mert 10-ből 9 vezető valóban jól szeretné csinálni a dolgát. Annak különböző okai lehetnek, hogy ez miért nem sikerül a való életben. Erre jó példa lehet a mai kísérletünk, hogy konkrét példákon keresztül lássátok, milyen apróságoknak tűnő dolgokon múlik a siker. Kezdtük a vezetőkkel, folytassuk is velük. Azt tudjátok, hogy mi a különbség menedzser és a vezető között? Régi idézet, de könnyen megjegyezhető. A menedzser jól végzi a dolgát, a vezető jó dolgokat csinál. Ugye egy-egy szónak is mekkora jelentősége van? Ezért nem mindegy, hogy hogyan kommunikál egy vezető. Nézzünk is meg egy példát, eligazítás az öltözőben a film elején. Hát srácok, ala nehéz mit mondanom. Hát,
ha ezek a játékosok átveszik a labdát, és nem tudunk ütközni az átvétel pillanatába, akkor sajnos megcsinálják azokat a történeseket, amit most megcsinálnak. Tehát az, hogy átvegye a Van Persie, és 10 méterre vagy 5 méterre vagyunk tőle, ez sajnos nem fér be. Nevetséges történeteket kell mondanom, hogy ez nem fordulhat elő, Zsolt. Leveszitek az ellenfélnek, ahelyett, hogy 16-oson belül picsárulnám. Hát nem, ha hullózod, akkor ki tudod rúgni. El kell indítani a mozgást. Tehát volt időszak, ez az első 30 percre volt inkább jelentő. Tehát többet mozogjatok akkor, amikor megkapják a Balázsék a labdát, vagy amikor megkapják a Voliék a labdát. Az egyiknek a kombinációs játékba meg kell érni, a másiknek, ha visszakapja a Vili a labdát, akkor a rövidre meg kell érkezni. Megpróbálom egy picit a középpályás védekezéssel megerősíteni ezt a dolgot. A Tamás helyére az Ákos beviszem, hogy masszívabb legyen. Most egy 8-asban nem akarok beleszaladni ebből, meg megnyerni már mérkőzést, nagyon nem tudjuk. Viszont marad tisztességesen le kéne hozni ezt a mérkőzést. 45 perc maradt, srácok. Egy pontugásból meg lehet rúgni az első gólt, és onnantól kezdve elbizonytalannak, és meg lehet a lehetőség arra, hogy legalább egy pontot mentsünk. Én abszolút nem adnám föl, én nagyon remélem, hogy egyiknek sem érzi úgy, de ez a lehetőség még bőven benne van, egy viszonylag gyorsan megszerzett gól kapcsán. De ha nem az utolsó percben, és forgattak már meg BL döntőt, ha erre emlékeztetlek, talán elfogadjátok tőlem. Jó, erről ennyi. Tessék tökös módjára most kimenni, és nem föladni a mérkőzést, mert annak aztán nagyon súlyos következménye lehet, úgyhogy azt a fajta becsúszva, nem is tudom, talán a Tamás csúszott be most a végén. Basszátok meg, hát ne. Egy ilyen, amit ennyit szórakoznak velünk, ne haragudjatok, hát sértődöttségből is oda megyek, az földöntöm. Most nézzünk meg egy későbbi felvételt az öltözőből. Három sansz, gyerekek, nekik nem volt meg. Jó? Leo, odafigyelsz, amire srácok oda kell figyelni. Az elején is úgy kezdték, hogy hármas ránc is kiállt a két szélső, azt ki kell szúrjátok, én nem tudok onnan örökké bekiabálni. Akkor a négyes lánc tolódik, a kicsi visszasegít, vagy a Zsuzsi visszasegít, amikor megint négyes lánccal nyitnak, akkor az van, amit megbeszéltünk. Kell láss a hármas lánc, beljebb megy a Stibi, Balázs, négyes lánc tolódik. Értitek, amit mondok? Gerzsony, nem kell mindig egészen áttolódni, ha meghúznak minket, már nem jössz oda túloldalra, kifutod az agyadat. Mikor? Kétszer átjöttél, az Ádám is, meg te is átjöttek mind a ketten egészen erre az oldalra, ide. Egészen ne tolódjál át, azért mint a közepe táj, jó? Mert jön egy passz, meghúznak minket, és elfáradsz. Az Ádám is csinált egyszer ilyet, lefutó, megcsinálta, de elmegy az energia. Ott elő kell az energia. Jó? Valakinek valami problémája belülről, hogy valamit látott, valamit érez, ami nem jó? Mi volt számotokra a legjobban észrevehető különbség a két kommunikációban? Mennyire ment át az üzenet az első és mennyire a második példában? Hogyan érte el a második példában ezt az edző? Nézzük meg a harmadik példát. When you are finished, give me a sign. Okay? Close. Bravo. Weiter. Counterattack. Ne? Not all of 3-4 players forward, the others stay. Yeah? Bravo. Keep the ball in the offense. No risk in the defense. Bravo. Mi volt a különbség az előzőekhez képest? Volt egyáltalán különbség? És mi volt a közös mindhárom esetben? Az üzleti életben sem minden menedzserből lesz jó vezető, és egy vezető sem tipikus menedzser. Ezt még a mai napig összekeverjük. Egy jó menedzser a folyamatokat, rendszereket működtet, és teszi ki számíthatóvá azokat, az éppen aktuális üzleti célok teljesítéséhez szükséges eszközökkel. A többiekkel szorosan együttműködve, koordinálva őket, addig egy vezető inkább alkotó tevékenységet végez, egy víziót képvisel, és az ő működésének küldetése vagy kulcsa, hogy ő az embereket teszi ki számíthatóvá azzal, hogy őt követik. Ilyen lehet példaként Steve Jobs vagy Elon Musk. Egy valamit ki szeretnék emelni, emberi lényként az alvási cikluson kívül 0-24-ben kommunikálunk. Verbálisan, nonverbálisan, offline, online, mással beszélve vagy magunkban, de lényeg, hogy akkor is, amikor nem veszük észre. Vezetőként több esetben eligazítást tartunk, megbeszélést hívunk össze, akár naponta többször is. Meg kell értenünk, hogy üzeneteink, közléseink hatékonysága egy az egyben a fogadófértől függ. Az itt látott példákon is láthattuk, hogy volt két hasonló tartalom, hasonló szituációban és nagyon is hasonló összetételű csapatnak. Nyelvi nehézségekről szó sem esett. Két felkészült vezető, akit tisztelnek.
Mégis az egyik példában egyirányúnak tűnt, és utólag, mintha nem is ért volna célba, addig a másik példában sokkal gördülékenyebb volt, és a bevonás már sokkal látványosabban megjelent. Azt is hozzá kell tennünk, hogy mindannyian beosztottak is vagyunk egyben. A vezetőknek is van vezetőjük, még a pápának is. Tehát minden napokban mindenki forgadófél is egyben. Ha azt szeretnénk, hogy a kommunikáció hatékony legyen, akkor nekünk is nyitva kell tartanunk minden érzékszervünket, amikor információkat közölnek velünk. A vezetőknek, küldőknek érdemes meggyőződni akár egy utolsó visszaigazolás kérésével, hogy valóban megértette a fogadófél a feladatot, és viszont. A fogadófél is inkább kérdezzen vissza, hogy ugye jól értettem, hogy is ez és ez a feladat, ezen egyszerű technikák használatával csökkenthető a félreértések száma. Nézzétek meg a film többi ide kapcsolódó részeit is egyben. Tegyünk rá a vezetői jelenlétre. Ha létezne egy toplista, hogy mit várnak el a ma vezetőjétől, akkor ez biztosan felkerülne rá. Ugyanakkor ebben is inkább egy ősi igény rejtőzik, ami szintén kapcsolódik a történelemhez és a hadvezérekhez. Az igazán nagy vezérek, Hannibáltól Napóleonon keresztül Pattonig, úgy vívták ki a katonáik tiszteletét, hogy a harctéren embereikkel együtt harcoltak. Nem azzal a csatakiáltással indultak harcba, hogy előre, hanem azt használták, hogy utánam. És ez köszön vissza az üzleti életbe átültetett szervezeti működéseinkbe is. Ezt a jelenlétet szintén jól szemlélteti a dokumentumfilm, mert jelenlét és jelenlét között is van különbség. Első példa. A Lévinek a fejét próbáld meg eltalálni. Még egyszer mondom, van kétszer, egy oda meg egy vissza, de a rugó számára is. És keményen oda nyomja az Ákos mögé. Az első vezető lent van a filmen, tisztán érthetően is magyarul beszél. Feltételezhetjük is, hogy mindenki értette és tette a dolgát ezután, és teszi is. Második példa. Tibi! Krisztián, vakon sprintbe megyek, amíg ott csináltuk. Labdaszerzés föl, és megyek területbe. Jó? Itt is ugyanúgy. Megyek területbe. Ott van védekező középpályás, ott a védelem. Az a dolguk, ha baj van, akkor eltöröm a játékot. Fejelek, Ádám, bravo! És ott vagyok. Megállítom, megállítom! Jó, semmi gond, előfordul. Mi történik ilyenkor? Srék, és egyből mindenki addig sprintel, amíg nem kerül a labda mögé. Kemény passz, lekészítem a tősér, Gyucsák vagy a Rali, és abból indulunk. Gondolkozzatok egy kicsit. Itt vagytok, kis játékon gondolkozok egyet, és berakjátok oda a klubba. Nem lehet, olyan nincsen. Megyünk, megpusztunk az ellenfelet, és abból befejezzük az akciót. Türelem, türelem, és akkor megvan az a pillanat, az a jel. Meg tudja venni. Ha meg tudja venni sprintbe, mert itt a hely. Ez a jel! A második vezető szintén a terepen van, de látjátok a különbséget? Mit csinál másképp? Külső szemlélőként azt látni, hogy máshogy történnek a dolgok. Az edző gondolkodtatja, bevonja, ezzel pedig személyesen felelőssé teszi az egyént a végrehajtásban. A futball több szempontból is jó példa lehet előttünk, személyi szervezetfejlesztőknek, vezetőknek, gondolkodóknak. Mondhatjuk csak abba bele, mennyi edzés és gyakorlás előzi meg végül az elért eredményeket. Mennyi munka van abban, hogy egy éles helyzetben is a begyakorolt módon teljesítsünk. Kiszámíthatóan eredményesen. Ebben a filmben is látunk erre egy jó példát, például a rögzített helyzetből szerzett fejes gól. Vagy gondoljatok abba bele, hogy milyen utánpótlás programokkal találják meg a fiatal tehetségeket, akiket azután tudatosan beépítenek a nagy csapatba. A világ legjobb utánpótlás nevelő egyesületei, között szereplő Ajax Akadémia, Dortmundi, vagy éppen a katalán Gyöncem a Barcelona utánpótlás rendszere már több évtizedes tapasztalattal, szabályozókkal működik, amely iskolákra, intézményekre, az anyavállalatok, mert lényegében a futball is üzlet, befektetésként tekintenek. Srácok, nem a spanyol vagy a német válogatott az ellenfél, másképp fogalmaznék. Ez a csapat olyan képességű nagyjából, amilyenek mi vagyunk. Tehát nekünk hazai pályán igenis komoly esélyünk van, csak ennek érdekében rengeteget kell vállalnotok. Srácok, kurva sokat dolgoztunk azért, hogy ekkora bizalom van. Hatalmas bizalom van az egész országban. Nehogy már ezek a görögök valamit is csináljanak. Kimegyünk és az első párharcot megnyerjük, és az egész meccset megnyerjük. Gyerünk. Ganz speziell az heutige. Das heutige. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Nicht speziell verteidigen. Aber Kindulasi al Radeke. Nicht nur verteidigen, auch nach vorne. Wir brauchen das Tor. Wir müssen ein Tor erzielen. Netschau wieder Kessel.
Talán a legnehezebben megfogható dolgok egyike a motiváció. Mi motivál minket? Szóltatítottam erről korábban, miszerint ez az egyik olyan tulajdonságunk, képességünk, ami megkülönböztet minket minden ismert élőlénytől a bolygón. Az igazi szépség ennek, hogy vezetőként vajon hogyan tudunk ráhatással lenni az egyén teljesítményére, hogyan tudjuk őt motiválni folyamatosan, milyen eszközökkel, stb. Amikor erről a témáról beszélek, akkor mindig eszembe jut egy korábbi készségfejlesztési program, amit az egyik legnagyobb és talán a legjobb hazai tréning szolgáltatóval vittünk végig. Az egyik modul éppen arról szólt, hogy vezetőnknek felhívjuk a figyelmét arra, hogy meglássák, mire van befolyásuk, mert többre van, mint elsőre gondolnánk. Az egyéni teljesítmény és ezzel együtt a motiváció függ attól, hogy az illető tudja-e, akarja-e és képes-e az adott feladatot elvégezni. Ennek a három dolognak klappolnia kell, és jó hír, hogy mindegyikre van ráhatása a vezetőnek. Egyénként, beosztottként pedig visszautalnék a korábbi jelenetekre, ahol szó esett arról, hogy el kell hinnünk, hogy meg tudjuk csinálni, hogy képesek leszünk helytállni a ránk váró feladatban, és azt, hogy bizalom nélkül nem fog sikerülni. Bíznunk kell a vezetőben és bíznunk kell magunkban. Mindig arra gondoljunk, hogy az adott helyzetben, adott időben éppen a megfelelő helyen vagyunk. Nem múlton rágódjunk, ne féljünk a jövőtől, hanem ott, ahol és amikor kell, bizonyítsunk. Mert előfordulhat, hogy nem sikerül, vagy nem elég, de akkor le kell vonni a megfelelő következtetéseket, és menni, csinálni kell tovább. De azt a luxust soha ne engedjétek meg magatoknak, már csak a személyes fejlődésetek miatt is, hogy egyszer is lebeszélitek magatokat olyan feladatról, vagy munkáról, amit amúgy meg tudtok csinálni. A motiváció fogalmának tisztázása után térjünk rá a csapatra. Ahogy előbb említettem, az egyéni motivációnak összetevője a következők. Tudja-e? Akarja-e? Képes-e? Most a következő képkockákon keressétek ezekre a kérdésekre a választ. Első példa. Ez az, hogy nem érdemlik meg. Hát az egyiket sem. De most mit tud csinálni? Ilyen? Teljesen máshogy érzi, csak most elmész háromba, meg nyersz kedden, akik meg kikapnak a holnapok ellen. Persze, hogy negatívan, de hát, vagy pozitívan. De hát éljünk már egyszer lehetőséggel. A svédek ugyanígy kapunk ki a 100. percbe. Miért nem tudunk azt az 1 percet kirúgni a kurványába a stadionból? Nálunk van a labda. Persze, hogy mindenki hibázik. De miért nem tudjuk kirúgni végre egyszer? 94-re. Mit akarunk még, hogy passzolgatni középen? Ne jövőre verjük meg őket. Persze, hogy gyengébe. Nézzétek meg, hogy az egyének milyen energiaszinttel veszik ki részüket a munkából. És itt már az egyénekre fókuszáljatok. Második példa. Egy mögött van még egy ember, akkor vagy neked, kicsinak oda kell lenni. Mi történik az eligazítás alatt? Milyen különbségeket vesztek észre az egyéneknél? Harmadik példa. Sasok, gyerünk! Ezért dolgoztunk egész egy éve, nagyon sok éve, mindenki erre a pillanatra várt. Eddig folyamatosan bátran játszottunk ettől komolyabb stadionokban, komolyabb csapat ellen, és minket senki nem nézhet le, és ezért voltunk, ezért jöttünk ideig, és gyerünk, mindenki keményen, bátran játszunk! Gyerünk! Hogyan motiválja csapatát az egyik vagy másik vezető? Milyen különbséget láttok? Reméljük, hogy az itt látott elmesélések, példák, gondolatok hasznosak voltak számotokra. Szeretném hozzátenni, hogy mi is saját szemüvegünkön keresztül dolgoztuk fel ezt a két kérdést. Ami egyfelől szubjektív, ugyanakkor szakmailag megpróbáltuk kiragadni a lényegét ennek a két nagyon is hálás területnek. Ajánljuk ezt a videót minden vezetőnek, aki emberekkel foglalkozik, mert saját élő példáikon keresztül tudtunk rávilágítani arra, hogy mennyire fontos a vezetői kommunikáció, a jelenlét, a motiváció, illetve a tudatosság. Aki munkatársként dolgozik bármilyen szervezetben, az élet bármely területén, szintén inspirációt nyerhet a videóból, mert rávilágít arra, hogy az egyén hozzáállása, egyén belső motivációjára mennyire fontos, és mennyi hozzáadott értéket rejt a csapat teljesítményéhez. Nem kívánunk azok lenni, akik megmondják a tutit vagy a frankót, inkább azzá szeretnénk válni, aki inspirál benneteket.
és ti majd eldöntitek, hogy a saját munkátokhoz kapcsolódóan ezeket az ismereteket hol tudjátok beépíteni. Mert ha így lesz, annak csak örülünk, és már megérte. Sokan sokféleképpen és sok helyen a világban már kutatták, hogy mi hagy bennünket az életben, és megállapítás nyert az, ha értelmet találunk abban, amit csinálunk. Mert ha értelme van, fontossá válik számunkra, és ami fontos, azt szeretjük. Innenstől kezdve nem teher a munka többé. Ennyire egyszerű lenne? Találkozunk a következő videóban, addig vigyázzatok magatokra, sziasztok!